Egymás után érkeztek meg a polszkik az agárdi találkozóra. 150 autót várnak erre a hétvégére. Rácz Zsolt és fia Gábor szolnokiak. Az 1988-as évjáratú polszki eleinte munkaeszköze volt a Rácz családnak, aztán a családfő is beleszeretett a típusba. Mondják a haverok, hogy cseréljem le, meg egyebek, de hogy miért nem veszek inkább egy Fiat Unót, mert hogy az nagyobb, meg elférünk, vagy egy Marutit, de a Marutival végigmegyek Szolnokon, és akkor az olyan nem. De ezzel végigmegyek, akkor jó van mondjuk egy citromsága, tehát ezt nézik ezt az autót. Gábort, bár még csak 16 éves, magával ragadta a Fiat 126, saját magának is épít egyet. Engem is így belerángatott ebbe a Fiat dologba, így az egészbe. Meg úgy, hát nekem is megtetszett így az élet is itt a polszkisok körében, meg úgy minden. Nem csak Szolnokra jöttek el a típus rajongói, Csehországból és Lengyelországból is szép szemmel érkeztek. Lengyelországból jöttünk, imádjuk ezt az autót, bár kicsi, mégis meghatározó része az autós történelemnek. Ez már a 7. nemzetközi Fiat 126 találkozó. Évről évre egyre többen jönnek a rendezvényre. Szerencsére növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, minden évben egyre többen vagyunk. Jól emlékszem, az első 2005-ös találkozónkon olyan 60-70 autó jelent meg, tavaly pedig közel voltunk már a 150-hez. Talán a klub elismertsége és ismertsége okozza azt, hogy egyre többen jönnek, és minden évben szerencsére egyre több külföldi autó is meglátogat bennünket. Aki a Velencei tó partján szeretne kikapcsolódni a hétvégén, nem csak az Agárdon megrendezett autós találkozóra látogathat ki. Ez pedig már a Sport Beach, ahol immár 5. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivált. A szervezők a rossz időre is felkészültek, hogy ha esni fog az eső, akkor sátorban fogják megtartani egyebek mellett a babevő versenyt is. A Fehérvár televízióban Lukács Marietta riportját látták.